Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Rákoskertről. Most jelenleg itt szálltam le a vonatra, és ha itt vagyok, akkor be is kutatom ezt az állomást. És hát ez nem is állomás, inkább hanem megállóhely. És igen, az érdekes, hogy 120-al vasútvonalon van Ecser és Rákoshegy között. Ez az utolsó állomás, ami még Budapest területén belül van, és így a Budapest bérlethez még idáig ki lehet vele jönni. Egyébként a 105-ös szelvénynél, azt mondjam, mutatom, de itt van szembe. A 105-ös szelvénytér van, tehát ez azt jelenti, hogy Rákostól 10,5 kilométerre, és a másik, most éppen Ecser felé nézünk, az kb. 2 kilométer innen még Ecser, és a megállóhelynek ez az Ecser felüli végpontján, itt van egy fénysorompós átjáró. Egyébként nem túl forgalmas megálló, mert egyedül leszálló voltam. És a videóm témája nem is ez lesz majd, hanem majd elmegyek a másik irányba, most nem tudom, de nézhetem meg, ez egy sima egyszerű táblás megállóhely. Peron, két oldalt peron. Lehet, hogy egy kiadógép is van még ott a túloldalt, mert megnézem, úgyis arra megyek vissza. De egyébként más itt nincs. És hát akkor nézzük meg, akkor most másik peronon visszasétálok, mert amúgy is arra kell menjek az másik oldal fele. És akkor megnézzük, van két esőbe álló nagyjából a peron közepén, de más nem láttam. De lehet, hogy van egyébként egy kiadógép, meg valószínűleg kidagasztott menetrend is vagyunk. Na, itt vagyunk nagyjából a peron közepénél. Hát itt van két, ugye látjátok, két hangos bemondó. És ez pedig szerintem egy, hát valószínűleg, ha nem is hivatalosan P+-szel parkoló, de annak használják, ahogy látom. Hát itt valószínűleg, amikor hétköznap van, akkor innen több autó is van itt, de mindjárt azért ezt megnézem. Hát igen, ott meg lehet még valami épület, mert a szabványos mávos kerítés, az még ott van, ezek a H-alakú betonkerítések. De szerintem ezt egyébként P+-szel parkolónak használják, ha hivatalosan nem is az. És egyébként két figyelőkamera is van, tehát be is van kamerázva ráadásul a parkoló. De két oldalon nézve, ott is van egy. Bár ezt szerintem nem a vasút csinálta, hanem a helyi önkormányzat. Én kell mondanom, hogy valószínűleg is egy ilyen elővárosi megállóhely lehet. Hát itt azért látszik, hogy itt olyan lakóövezet van az egyik oldalt, a másik oldalt mondjuk semmi, ott csak a puszta, de valószínűleg azért van forgalma. Meg látszik, hogy most is azért több autó bent áll. Mert lehet, hogy a környéken lakók is itt parkolnak, nem tudom. De mindjárt megnézzük még a megállóhelyet. Nézzük meg, helyi infrastruktúra, ez egyik. Úgy látom, hogy a jegykiadógépnek a helye ott van, csak nincs betelepítve, és egyébként jön egy vonat is, úgyhogy mindjárt azt tudok jól filmezni. Kár, hogy ellenfénybe jön. Nem tudom, nagyjából próbálok a takarást csinálni, hogy lássatok is valamit, de hát azért látszik, a graffiti az itt is van. És egyébként az ott a papír alapú menetrend, és ott viszont eme oldalt meg van egy kiadógép, majd mindjárt megmutatom, csak most megállom a vonatot. Egy szép hosszú tehervonat, ha jól látom. Elvonat elment, és akkor nézzétek meg. Gyományos. Hát nem csak egy kiadógép, hanem olyan automata, ahol jegyet is lehet itt venni, meg a már megrendelt online-t is át lehet rajta venni. Ezt amikor Rákos egy hegyen voltam, akkor ezt így kommentben megkaptam, hogy ez nem pontosan mondtam, mert a sima jegykiadógép az csak a már online megvetteket tudja átvenni, de egyébként ez hát feltéve működne, de úgy látom nem működik. Pedig a Rákoshegyivel ellentétben még nincs beverve a kijelzője se. De egyébként, hogyha működne, akkor tudok, hogy van PayPass kártyát, elfogad bankkártyát, ugye bankjegyeket, meg pénzt is, és úgy látom, ezt is eltömítették, vagy? Aha. Valamivel el van tömítve a bankjegy, mert bedobó nyílása. És egyébként az apró pénzt meg itt lehet bedobálni, de egyébként ki is van írva, tehát igazából szerintem tudtok olvasni, úgyhogy minek mondjam el, de egyébként itt vannak a logók is, hogy szinte mindent elfogad. A JK az egyiket egy kiadó automata rövidítése, tehát igazából akkor a hülyeséget nem mondtam, akkor se. De hát jó, de jó, működik így a pontos. És egyébként itt lenne a menetrend is, de egyébként
ő maga is az elvira alapján mindig, hogyha valaki egyet akar venni, akkor a menetrendet azt mutatja neki, és úgy kell vonatot is választani, melyikkel akarsz menni. Hát egyébként ott meg van egy kis vad, ahol le lehet ülni. Hát igen, ki van írva, hogy hol vagyunk, ez menetrendnek lennie kell kint, mert különben az NKH büntet érte. Meg van peron világítás is. Nem csak a kandelárpedek, hanem itt is van. De ennyi. És hát ez pedig egy épület, de szerintem ez már magánlakás, de szerintem ez mávos volt régebben. Hát ennyi, hogy szabványos kék állomás, vagy hát névtáblák kim vannak. Hát ez pedig, hogy elnézed, ez egy szabványos mávkerítés, tehát még lehet, hogy ez az épület is, csak most vannak itt azért, nem fordítom oda a kamerát. De egyébként ez lehet, hogy mávos volt régebben, és egyébként igen, mert ott van rajta a névtábla. Hát most így valamennyi az a faját akarja, de megmutatom nektek, ott van a névtábla, tehát valószínűleg ez a megállóhelyhez tartozott régen, és várótelem is volt. Közben kiépült itt az új peron. Nem hiszem, hogy itt régen állomás lett volna, de majd megnézem a fentről ponton, aztán mondok valamit, és egyébként itt van a... Ezt nézzétek, van várótelem. Jé. Valószínűleg ez volt a régi várótelem. A kötelező tartozékok kim vannak. Induló és érkező vonatok, érdemesen sajtpapíron. Ez a minimális utas tájékoztatás, ami kötelező, meg a vasúti jegyárak. És egyébként, na, mindjárt visszatérek. És itt van egy ilyen kis esőbeállónak mondott akármi. Tehát szerintem ez is a megállóhelyhez tartozik. Hát itt lehet várni a vonatot. És itt még vannak ilyen az emléktáblák is rajta. Hát nem tudom, hogy ez mi akarna még lenni. Ja. Rákoskerti templom építéséről. Akkor ez egyébként nem a megállóhelyhez tartozik. Meg itt egy emléktábla az épületen. És szerintem vonatjön útja, most visszamegyünk. Nem is egy, hanem mindjárt két vonat is jött. Hát mind a kettő áthaladó zóna volt, vagy gyors, mert itt igazából csak a személyek állnak meg. Meg a zónák, azt hiszem sűrűsávig. De ugye megnézzük még akkor az utcafrontot is. Itt van még megint egy tájékoztató tábla, hát itt van valami, ja, hát igen, a Melzse Mocsár, tehát azt gondolom, ami természetvédelmi terület is van itt. És itt van az épület így a másik irányból. Hát majd megkérdezzük mindjárt, hogyha valaki van még itt, hogy ez micsoda. De biztos, hogy mávos épület volt régebben. Aha. Hát nézzétek, meg itt vannak ilyen különböző településről információk, nevezetességek, látnivalók. Rákos Csabának a külterületi része, úgy, mint Rákos Csaba, az tartozik Rákoskert is, tehát 17. kerület még mindig. Ott van még a tájékoztató tábla, hogy a Melzse Mocsár alatt van, és van egy turista út is, de én most nem ezért jöttem, úgyhogy megyünk tovább. És egyébként én megtudtam, valóban egy magánlakás, hát egy magánember bérli a MÁV-tól. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen régi ölház lehetett, vagy térköződ hely, amit bérbe adtak, mert már a MÁV-nak nincs rá szüksége, legalábbis vasútüzemi célokra. De kiadták bérbe. Egyébként az jellemző volt régen az ölházakra is. Rengeteg volt a százszoros vonalnak az alsó részén is, amit megvenni nem lehetett, csak bérelni. Mert nyilván, és amikor jött a pályafelújítás, akkor túl közel voltak a sinekkel, és nagyon sokat el is bontottak. De mindjárt viszem még a sinekhez. Itt van, tehát gyakorlatilag ennyit tudtam meg, pont volt bent valaki, és hát készséges nem segített, amikor megkérdeztem, hogy mit tud az épületről. Hát szóval, tehát látszik, Európa által finanszírozott projekt, hát nem most tették ki ezt a tárbát, mert kicsit már megfakította a nap, de és van kamera, tehát ez biztos, hogy ott van a kamera, tehát ez egy B+-szel parkoló, biciklitároló. És nagyon helyesen tettek ki kamerát is, és használják is. Igaz, hogy most csak egy bicikli van, de ez a újabban a vasútállomás, a megálló helyek, főleg elővárosiak, szokott épülni mind a kettő. És ráadásul ezek még a normális biciklitárolók is, ezek a úgymond fordított túl alakúak, amihez oda lehet rendesen láncolni a biciklit, nem ezek a nagyon régiek, ami csak a kerekét lehet benne megtámasztani.
Tehát azért szerencsére újabban már, vagy hát újonnan is meglepek a sok régit is ilyenekre cserélnek le. Tehát ez úgymond ér is valamit, mert a másik az nem tud rendesen a biciklit oda láncolni, csak az oldalához maximum, mert az első kereket hiába láncolod oda, főleg, hogy hozzáros. Az annyit is ér. Hát itt van még egy pad, de valószínűleg ez sem áll tulajdon, de fel lehet használni. Szemetes kukát is adtak ki a sok megálló helyről egyébként hiányzik, de bármik az is lehet, hogy ugye kirakják, aztán ellopják, szétverik, stb. Aztán nem foglalkozik vele senki, szerencsére még megvan. Remélhetőleg néha üdítik is. Mondjuk annyira nem szemetes a megálló hely, mint még szokott. És egyébként zöld a jelző, tehát előbb-utóbb arról is fog jönni valami. Azt viszont innen a másik oldalról szépen prímán le lehet majd videózni. És egyébként eljöttünk a állomásnak a másik kezdőpontjára. És a szokásos minimális kötelező utastájékoztató kim vannak, és szóval már az állomás másik vége a 105-ös szelvénynél volt, ez a 102-es. Tehát nyilván 10,2 km-re vagyunk Rákos állomástól, mert a 80-as vonalból a 120-ra az ott ágazik ki, és onnan szelvényezték. Szerintem még fog jönni egy vonat, azt itt most megvárom. Még az a baj, hogy ezen az oldalon nincsen fénysorompó, a másikban nem látok rá innen, de ugye zöld a jelző, valami biztos jönni fog. Közben akkor az állomást bemutattam nektek. Rövid vlog lesz szintén, szerintem minimális vágásokkal. Még igazából itt nagyon nincs mit vágni, mert az állomástól beszéltem főleg. Tehát maximum a bakikat vágom ki. De igen, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, és hát tudjátok, hát lájkolni, diszlájkolni. Iratkozzatok fel, mert 1999 feliratkozónál vagyok. Igazából még egy is meg lesz a 2000. És arra meg biztos, hogy fogok egy másik vlogot is csinálni rá, és hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! Tehát, hogy egy kicsi vagy gyors vonat volt.